Hétfőn délelőtt érkeztek meg Győrbe a 45. Nemzetközi Művésztelep résztvevői. A hét első napja az ismerkedéssel telt. A művészek megismerkedtek egymással és a műhellyel is, ahol 3 hetet fognak eltölteni. A művésztelepre 4 ország 10 művésze kapott meghívást. Az idei évben több fiatal képzőművész is érkezik, és olyan határterületei is megmutatkoznak a kortárs képzőművészetnek, mint például a videóművészet, vagy a graffiti, mint művészeti irányzat, és természetesen a hagyományos festészeti és grafikai témák mellett bemutatásra kerül. A résztvevők a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a múzeum papírrestaurátor műhelyében és a múzeum épületeiben kialakított alkalmi festőműtermekben dolgoznak. A 3 hetes időszak alatt az Eszterházi palotában, a Napóleonházban és a Rómer teremben rendezett művészközönség találkozók alkalmával a nagy közönség is megismerkedhet az alkotókkal. Küllös László festőművész nagy reményekkel érkezett Győrbe. Úgy gondolom, hogy miután idén kaptam egy Barcsai díjat Szentendrén, ennek köszönhetem ezt a meghívást is. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, és nagyon remélem, hogy tevékenyen fogom tölteni az itt létemet. Kíváncsi vagyok a társaságra, az új emberekre, a kiállító helyekre, meg úgy egyáltalán Győr városára. Úgyhogy nagy reményekkel érkeztem. Ahogy az elmúlt években, idén is kiállítással zárul a művésztelep, amelyet az Eszterházi palotában július 27-től augusztus 15-ig tekinthetnek meg az érdeklődők.